A lot of speed push. Üdvözlünk ismételten minden kedves nézőt, itt is vagyunk az EULCS alapszakaszának, zárónapjának, záró mérkőzésén jelen pillanatban, hölgyeim és uraim. Volt már egy szériánk, az H2K kalapált el a Splice-ot, aki egyáltalán nem vette komolyan ezt a két mérkőzést. Láthattunk Timót gyakorlatilag 4 év után először az EULCS-ben. Trollok voltak teljesen a Splice-osok, de most egy olyan mérkőzés következik, amelynek óriási tétje van. A Misfits fog megküzdeni a Splice-szal, a tét a Fnaticnek a rájátszásba jutása. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos meccs előtt állunk, BO3-as széria, és a Fnaticnek egyáltalán nem lesz könnyű dolga. Velem van szakkommentátor társam Zimerion, jó magam, Thanatos vagyok, és hát igen, igen, komoly ütközet lesz, azt gondolom. Igen, teljes mértékben, hiszen kiemelted, hogy ha a Fnatic most veszít, akkor a Rocket fog bekerülni. Mm-hmm. Viszont ha nyernek, akkor már nem lesz ilyen rózsás a helyzet a Rocket oldaláról. Kérdés is egyébként, hogy ennek függvényében mondjuk a Misfits melyiküknek mondjuk azt, hogy adná inkább az esélyt, hiszen rajtuk is múlik, hogy tényleg belelnek abba egy anyait, mint általában egy mérkőzésnél, vagy inkább azt mondják, hogy azért szívesen látnánk mondjuk még a Fnaticot a rájátszásban. De viszont nézzük meg a Fnaticnak a felállását jelen pillanatban. Szóval ez felső ösvény, Brox a dzsungel, Caps középen, Reckless és Jessis pedig az alsó ösvényen jelenleg. Ők a kihívói a Misfits társaságának, és szóval eznek amúgy nagyon vagány az a tetkója ott a bal kezén, de kérdés, hogy elég erő van-e abban a kézben. A feszültség, tehát az tapintható. Reckless, az már szana széjjel gyúrta a kezét. De nézzük meg, hogy kik vannak a Misfitsben. A Misfits oldaláról Alfarik, Kakao, Power of Evil, Hansama és Ignar fog hát helyt állni a Fnatic csapatával szemben. Nyilván szükség lesz egyébként rá, hiszen a Fnatic valószínűleg mindent be fog dobni, hiszen ez lenne ugye az első év, amikor nem kerülnek be. Uh-huh. Hogy ezt ki is emelted már, ami azért elég kellemetlen érinteni őket, hiszen ha ennyi ideig sikerült nekik mindig most egy ilyennél kiesni, és akkor lényegében a Rocket menne tovább a rájátszásba, de nem tudom. Valószínűleg mindent bele fognak adni, a kérdés, hogy a Misfits mennyire fogja beledobni magát. Valószínűleg most nem azt látjuk, hogy Timo felsősvény, Warwick felsősvény és minden szana szétszórva, hanem végre láthatjuk akkor azokat a meta választásokat, talán egy-két meglepetéssel, hogyha pocket pickeket emlegethetünk esetleg. Így van. Viszont ezt meg is fogjuk látni, hiszen meg is érkezünk szép lassan a tiltási és választási képernyőre, ahol már innen a távolban látszik, hogy Orianát rögtön kivágták, és Malzahárt is vele együtt. Pontosan. Ugye alapvetően, hogyha megnézzük jelen pillanatban a két csapat győzelmi arányát, már abból is látjuk amúgy, hogy de tényleg a Misfitsnek ez nem egy tétmérkőzés. A Misfitsnek tényleg azt el kell döntenie most, hogy mennyire veszi komolyan az ütközetet, nagy valószínűséggel komolyan fogja venni. Bár az egyéni játékon belüli döntéseket egyértelműen befolyásolhatják azok a mellékes tényezők, hogy ugye ha nyernek, ha veszítenek, ők már mindenképpen a második helyen vannak, és a Unicorns of Love-val nem fognak játszani, bocsánat, mert ugye a Unicorns of Love első helyen bejutott már azonnal az elődöntőbe, hanem egészen konkrétan a jövő hét folyamán a Splice ellen játszik majd a Misfits, valószínűleg szombaton, még a pontos EULCS rájátszás menetrendet nem ismerjük, de legalább már erre is gyakorolhat a Misfits, az biztos, hogy a Splice taktikájából semmit nem tudtak ők most kiszedni és kinézni. Igen, viszont megérkezett ugye még 3 tiltás között. Megérkezett a Rengar, ami hát nyilván kötelezőnek nevezhető. Kérdés, hogy ugye kivágják-e Shen-t még a Misfits oldalára utolsóként, míg a másik oldalon ugye láthatjuk a Fnatic utolsó két tiltását, Syndra-t, illetve a Rumble-t. Mindketten meghatározóak, főleg Rumble a felső ösvény egyébként még úgyis nagyon szépen tud mondjuk a játék középső szakaszára már sebezni, pusztítani, zónázni, hogy esetleg mondjuk egy kicsit elmarad, hogyha mondjuk egy 2-4 statisztikában szépen beleformolja a Misfits lényegében őt, ő akkor is egyébként még egy ilyen masszív sebzéssel tud részt venni az összes csapatharcban, és érkezett egy Lee Sin rögtön a Fnatic oldaláról. Pontosan, ahogy te is mondtad, egy Lee Sin az, ami érkezik. Konkrétan amúgy azt gondolom, hogy a Fnaticnél Broxa abszolút egy magabiztos játékos, új dzsungeles, lényegében a maga nevében,
és ennek ellenére amúgy tökéletesen jól tudja tartani a lépést a csapattal. Ugye ő nem is a szezon eleje óta játszik a társasággal, hanem ugye most jött ő ide konkrétan. Eddig 22 mérkőzést játszott amúgy az EU-LCS-ben, és hát nem rossz, azt kell mondjam, hogy az ő játék stílusa kifejezetten agresszív, és jót tett Amazing helyett ez a váltás, úgy érzem a Fnaticnek, hogy Broxát behozták. Igen, és Misfits oldaláról egyébként közön megérkezett a Varus, megérkezett Alice, és azért látszott, hogy valószínűleg ők is nézték az előző mérkőzést, már bemutatták, hogy nekik is van tímujuk, ők nem fogják elhozni, hiszen ez a mérkőzés tényleg fontos. Így van. Viszont a másik oldalon érkezett egy Kennen és egy Karma választás. Karma nagyon jó támogató egyébként jelenleg, szerintem még mindig mindenféle lövész mellé, pláne ha esetleg mondjuk egy Jin átcsúszik azon a határon, vagy egy S, viszont egy Camille is át tudott csúszni a tiltási fázison, úgyhogy itt is van a Misfits kezei között landolt. Pontosan, de jön a második tiltás és választási fázis, ahol ugye óriási nagy kérdés lehetne, hogy Kennen akkor most Soulshez érkezik. Ez egy csali, kérem szépen, ugyanis Reckless-nek kedvelt lövésze Kennen. Tehát ő elhozhatja, és a mostani metában ugye benne is van. Van neki kábítása, ugye nem is akármilyen, valamilyen kis sebzést is tud a képességeiből nyilvánvalóan profitálni, de összességében Reckless kezében egyszerűen jól szuperált, tényleg azt kell, hogy mondjam, a Kennen. Már eddig ugye összességében 4-szer hozta el, és abból 3-szor nyert mindösszesen, nem tudta mindig győzelemre vinni Kennen játékát, a győzelemre váltani, és ugye jönnek is a tiltások, nem véletlenül felsősvényeseket tilt a Misfits, ugye ott van szépen Fizz és Renekton, ők is úgy gondolják, hogy Reckless-hez érkezik majd a Kennen, szóval ez még nem játszott ezzel a hőssel mostanában. Igen, és másik oldalon ugye a Fnatic második körében érkezett egy Kayle tiltás, illetve megérkezett egy Ahri tiltás. Ők inkább úgy gondolják, hogy ezt a középsősvényt kell megbüntetni, hiszen csak ők 3 középsősvényest tiltottak, míg ugye a másik oldalon inkább a felsősvényre fókuszál, hogy ezt ki is emelted. Látszik, hogy Palm Refieve-nek nem akarnak olyan karaktereket adni, akikkel mondjuk egy vonzás hullámban szétrobbanthatná esetleg a Fnaticot, vagy a gyengék szétszórásával kábíthatná meg a csapatot, vagy esetleg a csábítással zaklatná az ő csapatukat lényegében. A másik oldalon a Misfitsen ugye megérkezett egy Zyre támogató, a Varus mellé tökéletes választás, a romlásláncra és a növények, illetve a folytó tövisek is kellemetlenül tudnak érinteni. Nem csak ősvényen embereket, hanem egyébként csapatharcok alatt is bárkit, vagy egy rajtaütésnél is. Legutoljára Soulshez Kennent az SKT ellen játszott még gyakorlatilag a tavaly előtti világbajnokságon, ahol kint volt az Orihen és egészen az elődöntőig jutott. Valami élőlény közben megtámadta Jessist. Ami úgy gondolom, hogy a Fnatic oldaláról még kérdéses, ez tényleg, hogy mit döntenek. Reckless Kennen, megtartjuk a papírformát, amire lehet számítani, és Soulshez kap egy Fiórát, így van. Úgy tűnik, hogy Camille ellen Fióra érkezik, ami nem egy rossz választás, mert a falhorog eléggé kiszámítható. Nagyon jól kell érkezni a Kakaónak és az ő gubójának, hogy ne védjen le egy visszavágással Fióra minden tömegirányító képességet. És veszélyes is lehet, ugye pont Deficio beszélt a kinti elemző asztalnál arról, hogy párhuzamos ösvénytolást a Fnatic mostanában nagyon előnyben részesíti, na erre tökéletesen alkalmas lehet egy Fióra. Igen, és megérkezett egy LeBlanc nekünk egyébként, úgy gyengítve lehet, úgyhogy inkább most már egy 1v1, hát párbaj hősnek nevezhető, viszont ettől függetlenül ugye a másik oldalon meg ott van a középsősvényes Ryze, akinek a világugrásai egyébként még mindig nagyon jók. Maga a hős ugye kicsit azért gyengítve lehet, mondhatjuk így, ez egy csomó ideig nem is bukkant elő, vagy ha esetleg olyan, ha is mondjam, veszély került elő, hogy valamelyik csapat hozhatja, akkor rögtön kivágták. Aha. Viszont most meg tudott érkezni, ez a kicsit gyengített Ryze, viszont a világugrásaiban még most is hatalmas ön lehet számára, hiszen nem csak tudnak vele menni, hanem tudnak vele zónázni, kifelé is tudnak menni, és nem egyszer láthattuk egyébként azokat a zónázásokat, amikor
megjelenik mondjuk az alsó ösvényen az ellenfél mögött egy világugrás, akkor arra már tudják, hogy hoho nem lehet menni, azt hirtelen oldalról beugrik mellük egy rájz, Runa Burton, és közben az alsó ösvény is aprítja őket, úgyhogy nagyon sok potenciál van még így is egyébként benne, hogy már kicsit visszapróbálják valahogy fogni ezt a rájzt. Mindenképp kíváncsi leszek, hogy mennyire jól tudják ezen a mérkőzésen használni, de hát Power of Fury-t nem kell feltenni szerintem. Nem. Hatalmas gyilkosságokban való részvétele rendelkezik amúgy Power of Evil a maga 76%-ával, és az egész Misfits az nagyon együtt mozog. Tehát Alfari kivételével, aki ugye felsősényes és nyilván számtalan csapatküzdelemből kimarad, főleg a játék elején is akár, ezt a zenét megint hagyjuk. Hölgyeim és uraim, kezdetét veszi a Misfits, illetve a Fnatic sorsdönts... Komolyan! Tényleg? Ebbe sikerül? Hát ezt nem hiszem el. Kezdetét veszi a Misfits és a Fnatic sorsdöntő összecsapása, egy BO3-as széria, ahol történelmet írhat a Misfits, és megpecsételheti a Fnatic sorsát. Először fordulhat elő, hogy nem jut be a rájátszásba ez a társaság. Az EU LCS-nek és Európának az egyik leghosszabb történelemmel, vagy legmesszebbre nyúló történelemmel rendelkező társasága a Fnatic. Megnézzük, hogy elérkeztek-e egy mélypontra, ahonnan nincs visszatérés. Igen, és tárgyak tekintetében mondhatjuk azt, hogy nagyjából mindenhol látjuk szinte a kötelezőt. A felső ösvényen Szóháznál ugye egy romlás itala van, míg ösvény ellenfele inkább Dorán kardját. Oho! Igen, és látjuk is, hogy mikor jutott be ugye a Fnatic a rájátszásokba. Hát most egyébként kellemetleníthetni őket, ha tényleg nem kerülnék be, hiszen egy ekkora sorozatot megszakítani azért ez nem túl jó bármelyik csapatnak is, felek, hogy ez egy Fnatic, akinek egészen rége és egészen, hát hogy is mondjam, ősi múltja van, ha lehet ezt így mondani, egyébként abszolút. Lehet kicsit majdnem túl tetéztem, viszont eddig a hatalmas mennyiségű farm, ami Kekemonál van, elég, hogy ő vezessen a nullával szemben. Nagyon szép mentés volt, úgy gondolom a részedről, így van. Amire nagyon kíváncsi leszek, az a két társaságban, ugye gyakorlatilag a csapat küzdelmekben rejlő potenciál. Tankosság terén a Fnatic nem annyira rendelkezik túlságosan sok pofon álló hőssel, de ugyanezt el lehet mondani, hogy a Misfits részéről is. Kell, hogy valamennyire tudja majd, mármint nyilvánvalóan építkezés, tárgyépítkezéstől függ, hogy mennyire tudja majd a front vonalat tartani, de neki azért ilyen szerepe lehet. És hát úgy néz ki, hogy az ösvényen szó ezt amúgy kellőképpen tudja büntetni is még jelen pillanatban. Szinte előnyel rendelkezik Alfari, aki ki is helyez nagyon szépen egy őrszemet, hiszen előre tudja tolni az ösvényt. Ezáltal veszélybe kerülhet, veszélyeztetheti az ő előre haladását Broxa. Még a Toboszt is elhasználja, minden ez a dolga legyen annak a díszínnek, aki egyelőre még csak farmolgat. Igen, nagyon jó, hát felkészítésnek mondhatjuk egyébként azt, hogy lényegben minden lehetőséget megpróbál elvenni Broxától ahhoz, hogy viszonylag hamar térjen be. Így esetleg a folyó irányából tud egyedül megindulni, hiszen az őrszem, ha másik irányból érkezne, saját dzsungeléből, akkor le fogja buktatni. Uh-huh. Miközben Kakao az, aki rohamos léptekkel próbálja pusztítani a Jungle-t, illetve a sutyerákat is, viszont itt el is fogja használni Jaj. A virágot, hogy megpróbálja felfedezni. Broxát pont nem vette észre Broxát, viszont Broxa látta ugye a jósment, tehát így érkezik is azon a Kakaóra. Még egyelőre a sebzést cserélik Broxa, nem biztos, hogy ez túléli. Villan is Power of Evil, az első gyilkosság Kakaónál landol, és támogatást kapott belőle Power of Evil. Érkeznek rekleszék, de jön a nyomukba a Misfits többi társasága, többi tagja. Meghal Power of Evil, de ennek a csatának még nincs vége. Jessis életre ilyen nagyon vészesen fogy, de a villámrohammal rekresz elmenekül. Egy a gyilkosságok állása, egy hihetetlen intenzív csapatküzdelmet követően a játék negyedik percében. Igen, végre egy kiegyensúlyozottabbnak tekinthető mérkőzés, hiszen mindkét oldal próbál taktikusan fellépni, próbálnak úgy érkezni egyébként, hogy ne
tudjon a másik csapat rájönni, hogy ők ott vannak, viszont ez most ugye sikerült, hiszen láthatjuk, hogy Broxát pont nem találja el a Jósmenta, és vélhetően tudja, hogy kell, akkor meg fog indulni, és ugye ott van az őrszem is, ami mellett egyébként tök nyugodtan elsőled, úgyhogy ha a Menta nem is bunktatta volna le, akkor ez mindenképp ott volt, és innen kezdve igazából egy csapda volt az, amit légyebben bellenük tudtak felhasználni a Misfits játékosait, még nagyon szépen tudták fordítani, és viszont Kakao az, aki bajba került, hiszen villanás után, Jesszis azt mutatta, hogy ő rá fog fókuszálni, viszont Power of You volt a végső célpont, és Kakao innen kezdve próbálta valamit még egyébként tenni, próbálták valahogy a Fnatic két viszonylag alacsonyabb életerőn lévő játékosát elkapni, de nem sikerült mondani. Roxa közben bajban van, őrszemre kell ugrani, és érkezik Caps, valamint Power of Evil szintén. De elhozta azt a sutyarákot végül Lee Sin, megvan az ellenőrző őrszem is, Caps még el tud menni nagy valószínűséggel, sőt el tud menni, sőt Caps még ráadásul Power of Evil-en le is üti a jelzőjét, ezzel bónusz sebzést okozván neki. Van itt lehetőség mind a két társaságban, úgy gondolom. A felső ösvényen szó ezre nyit Alfari azonnal, többek között passzívját is kihasználva. Igen, most ért vissza teleporttal a felső ösvényre, míg szó ezre ugye elérhető, viszont már tudod vásárolni magának egy ninja tabit, aminek köszönhetően egyébként az alaptámadások kisebb mennyiségben hatnak rá, ami mindenképp jól fogja, hiszen eddig is tudjuk, hogy dominálta lényegében az ösvényét, hiszen vissza-vissza kergette szó azt a tornya alá, és el kellett használni az összes kis töltést a romlási talában, illetve lemaradt egyébként még Farmterin is, és nem volt elég ideje ahhoz, hogy ez valamennyire visszadolgozza, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a felső ösvény egyébként kerülhetne akár fókusz alá a Fnatic részre, hiszen nem segítenek egyébként szavaznak elég hamar. És Alfari gyilkosságokhoz jut, akkor annak kezdve ezt a Kemirt nagyon nehéz lesz megállítani. Mert egyébként még úgyis veszélyes szokott lenni, hogy esetleg a korai szakaszban nem büntetik meg. Abszolút. Alapvetően amúgy a tovább suranom mellett, tehát a tovább suranom még nem árul el sokat Alfari építkezéséből. Tényleg még lehet belőle mint tank, mint pedig egy sebző őrült. Úgy gondolom, hogy talán a Tiamatot viszonylag hamar megvásárolhatná, hogy könnyebben tudjon esetleg farmolgatni, még inkább működjön az ösvényen maradás, és akár a párhuzamos ösvénytolás is, ha szó ez elhagyná az ösvényt, de bőven lehet, hogy azonnal rákapcsol Alfari is egy háromság hatalmára. Fontos szerepe lesz, mert ha állja a pofonokat ez a kemérés, és életben marad, akkor a Hexek ultimátum nagyon sok mindenkit bent tartott. Például egy Caps-t, egy LeBlancot, az igazi mozgás, idegesítő, folyamatosan ugráló, elfedésekkel manőverező LeBlancot el lehet kapni, de ugyanez elmondható például Reckless-ről, Broxáról, kellően mobilis a Fnatic csapata ahhoz, hogyha egy Hextech ultimátumot megkap valaki, akkor azt meg lehessen büntetni. Igen, és közben Power of Evil hazatért végre, bevásárolt magának az ősi kora katalizátorra landolt nyála, illetve az istennő könycsepje, és van egy cipője. Míg a másik oldalon ösvény ellenfele Capsnek ugye van két dolánygyűrűje és egy cipője, és Kakao az, aki próbálkozna, hogy merre is kéne elindulni, hova kéne menni. Hát hogy a felső ösvény nem csak esély van, hiszen folyamatosan Alfari az, aki dominálja az ösvényt. Úgyhogy lehet, hogy szépen lassan be fog talán nézni, vagy a középsőre, vagy pedig az alsó ösvény felé. Egyről LeBlancra érkeznek a pingek, de érkezik Broxa is szintén, ebből egy páros ajtaütés is kialakulhat. Power of Evil kihasználja Runa Burton, de itt van Broxa, jó a hanghullám, a gubó mellé ment, nem vonul. Nem megy előre a Fnatic párosa, hanem nagyon szépen kivártak és türelmesek. Közben amúgy az alsó ösvényen Hansa egy vámpír jogarral kezdett. Ő ezt meg tudta vásárolni, Reckless pedig inkább még egy hosszú kardra fizetett be, na meg persze a támadási sebességet is folyamatosan növeli, és nagyon jó statisztikát látunk az utóbbi 4 hét teljesítményéről a Misfits oldaláról. Mindenképpen csökkent az ő teljesítményük, tehát hiába a második helyen vannak, gyakorlatilag minden fontosabb mutatón tudtak rontani, nem is keveset a Misfits játékosai. Igen, mindenhol mondjuk azt, hogy kb. A fele annyi érték van, kivéve az aranykülönbség, ami ahhoz képest, hogy mennyire szép pozitívban volt, annyira csúnya negatív csapott, ami elég kellemetlen tud a számukra lenni, hiába vezetnek ugye most
4-500 aranyon, ez bűven nem jelent semmit, hiszen még a 10. percet sértük el, épp hogy el fogjuk érni egyébként. Viszont az ösvényeken lévő farmok is azt mutatják, hogy míg a felső ösvényt ugye alfő tökéletesen tudja dominálni, és lényegében szóval ez hátrányba került, addig mondjuk azt, hogy a másik oldalon, a Fnatic oldalán Brox-a nagyon szépen tud vezetni Kakaoval szemben. A középső ösvény nagyjából kiegyenlített, és az alsó ösvény is elmondhatjuk ugyanezt, miközben ismét bevásárolt magának házszám, úgyhogy láthatjuk, hogy ott van már nála a dühöngő csizmája. Úgyhogy támadási sebessége már bőven lesz, úgyhogy a jelzőit nagyon szépen tudja majd rá pakolni, akár Reckless-re, akár Yashiz-re, és utána, hogyha berobbantja őket, még mindig egy nagy sebzést tud okozni, annak ellenére is, hogy ugye kicsit már gyengítve lett, nem most, hanem egy kicsit még korábban, ettől függetlenül nagyon népszerű lövész a mind a mai napig. Abszolút, hiszen van védelmi potenciális benne, kezdeményezési lehetőség, rengeteg sebzés, és viszonylag biztonságos távolságból tudja osztani a pofonokat. Kakaó még kivár, és szó ez nem tudja, hogy ott leselkedik rá a halál a bokorba, de nagyon jól blokkolja őt a minion áradat. Se a falhorgot, se a gubót nem védik, és szó ez meg kellett halnia. Egy újabb gyilkosság landol a Misfits oldaláról. Igen, szegény szó ez ezt elrontotta. Kétség kívül elrontotta. Túlságosan hamar használta el azt a visszavágást, és ez toronyba kerülhet a Fnaticnek. Roxa meg tudja védeni, érkezik a hankulám, talál, de a toronynak egyre kevesebb és kevesebb életreje van. Jön az újabb minion hullám. Teleportot elhasznál lesz szó, ez egy nagy kérdés. Elhasznál, ráadásul érkezik Caps, akit gyorsított a sutyerák. De hát sajnos ez nem ér most már semmit, észrevette őket a Misfits és vissza is vonul. Nekem mindenképp jó kilépés volt azok után, hogy Kekeo nagyon sokáig várt, ugye látta, hogy szóval ez ott abban a pozícióban fog maradni, és egy Hextech Ultimátum Kubo társasága elég volt arra, hogy bőven be lehessen fejezni ezt a nagy sebzés elnyelő játékost. Attól függetlenül is, hogy Alfari volt az, aki a nagyját kitette ennek, és azt ugye kiemelted a hősválasztás alatt már, vagy hát még amikor ugye váltunk, hogy betöltsön, hogy szép és jó, hogy ugye vissza tud verni egy-egy képességet, viszont ha nem tud, akkor rögtön elkezdik a probléma, és itt volt ez a probléma. Pontosan, nagyon szépen érkezik Brox-a, megint Caps-et kell megvédeni. Sikerül neki. Ugye jelen pillanatban azt látjuk, hogy Brox-a az ugye egy olyan játékstílus képvisel, ami ilyen agresszívabb, mindenképpen kezdeményezőbb, és hát folyamatosan gyilkosság orientált. De eddig védenie kellett DC-nek, mind saját magát, mind pedig a csapat társait. És ez nem vagyok benne biztos, hogy túlságosan előre mozdítja az ő fejlődési lehetőségeit. Jósmenta lebuktatja Brox-át amúgy, de Capsnek kevesebb életereje van. Vagy kevés életereje van, Alfari pedig elhozza az első tornya. Igen, és mindenképp jó kezekben van ez a torony, hiszen így még tovább tudta növelni ugye a Misfits az előnyét. Amíg ez korábban ugye 4-500-as volt, most már azért kezdünk belemenni abba a 2000-esbe, sőt már ugye meg is léptük a 2000-es, 2002 jelenleg, és most, hogyha a Fnatic elhoz egy tornyot, akkor tudnak szépíteni, viszont közben a hírnök is oda fog vándorolni a Misfits kezei közé. Úgyhogy ha mondjuk ezt megkapja Alfari, vagy megkapja Kakaó, mindkettőjük kezében nagyon jó lesz, főleg úgy, hogyha mondjuk Alfari az jut, akkor nem elég, hogy ugye dominált eddig az ösvényét, most még ott lesz plusz ez a büntetés is. Szóval eznek eddig nehéz dolga volt, most már mondhatjuk azt, hogy lehet, mondjuk ez hogy lényegében majdnem lehetetlen dolga lesz egyedül, úgyhogy ha nem fog megérkezni Brox-a végre, úgyhogy tud érdemben segítséget nyújtani, akkor mondhatjuk azt, hogy ez az Alfari megkapta. Azt a korai játékszakaszt is könnyedén tudja dominálni, hiszen farm tekintetében még jobban el tudod húzni. 30 farm jelenleg az előnye. Hát igen, nagyon-nagyon komoly előre tett szert. Érkezik amúgy a Fnatic alsó ösvényes párosa fölülre. Látjuk, hogy a twitteresek bíznak a Fnatic győzelmében, de most még egyelőre tényleg nem úgy áll a színája Reckless-éknek, hogy ebből nagyon hamar lehessen győzelem. Második torony döntés, a szélső ösvények külső tornyainak elpusztítása nagy prioritást élvez mind a két oldalról. Miközben még a 13. perc elején elkészült a korok pálcája Power of Evil-en. Erre jobban növi ki magát az a Rise, mint tudjuk. És aranyban azért próbálja tartani magát a Fnatic, de nézd meg, kb. 1000 aranyos különbség van a felső ösvényen, ami 25%-os különbséget jelent. Nagyon sok, Brox-a is érkezik amúgy a felső ösvényre, 2 külső torony dölt már, pontosabban a felső ösvényen
2 torony dőlt a Fnatic által, és 2 a Misfits által. Rekreszik még előrébb mennek, de hazatér. A Misfits, ebből nem lesz újabb toronydöntés. Sárkányjal küzd közben, Elise, ebből bónusz mozgási sebesség várható. Nagyon szépen diktál a Misfits, és próbál reagálni a Fnatic, de valahogy nem az igazi. Igen, folyamatosan válaszoltak legalább a tornyokra, úgyhogy mindkét oldalon. Az egyiken a felső, másikon az alsó is van az, ami nagyon jól beletol, mert lelettek döntve a tornyok. Ez azt jelenti ugye, hogy jelenleg egyenlő a tornyokállás, ettől függetlenül ugye a bónusz arany, az még mindig ugye a Misfits kezében landolt. Az a 2000-es aranyelőny már nincs meg, viszont szerintem nem olyan sok idő kell ahhoz, hogy talán újra kinőhesse magát, miközben az őrszemelyhez is nagyon-nagyon szép a Misfits oldalán, hiszen körülbelül bárkit le tudnak követni jelenleg ebben a déli dzsungel részben. Hihetetlen jól játszanak eddig a Misfits játékosai, hiába van mondjuk azt, hogy talán a statisztikák nem igazán akarják azt mutatni, talán romló tendenciát mutattak nekünk, ettől függetlenül a mostani mérkőzésen eddig megmutatják azt, hogy miért vannak ott és azon a helyen, ahol jelenleg ugye ők vannak. Alapvetően úgy gondolom, hogy a Misfitsnek egy hatalmas előnye, hatalmas erőssége amúgy, általánosságban a csapat összhang, ugye ki is emeltük, hogy a gyilkosságokban való részvétele, főleg Kakao, Power of You, Hansen és Ignár négyesének irgalmatlanul sok. Átlagban is 70% fölött van. Míg más csapatoknál ez inkább 60% körül mozog. Úgyhogy nagyon együtt tudnak menni a Misfits játékosai. Ahogy te is kiemelted a rálátás, ezt kb. Annak is köszönhető, hiszen úgy használják ki a lehetőségeket, a pálya fölötti kontrollt, hogy arra együtt tudnak reagálni, elképzeléseik vannak, és ha ez beválik, akkor egyértelmű egy győzelmet ér. Nem szívesen mondanám azt, hogy a Misfits feleslegesen van a második helyen, mert nem lenne igaz. Tehát ők azért tudnak együtt mozogni, és nagyon szép játékokra képesek. Igen, és eddig ugye magabiztosan dominálják. Az első sárkány is hozzájutott pont, mint az első torony. A következő sárkány egy óceán sárkány lesz. Mondhatjuk azt, hogy valószínűleg ki fog rá lépni Misfits, hiszen megint meg fogják teremteni valószínűleg ugyanazt az előnyt, amivel most is rendelkeztek, hogy nem fog tudni reagálni a Fnaticra, és ha esetleg megindulna a sárkány felé, akkor is tökéletesen tudni fogják, hiszen jelenleg ugye az őrszem hálójuk, amit a Misfits feladat, az jelenleg ugye nem él, hiszen az összes őrszem lejárt, viszont ha ilyen szépen egyszer meg tudták valósítani, akkor valószínűleg megpróbálják majd a játék további szakaszában is ennyire szépen ezeket az őrszemeket lehelyezni, hiszen az északi dzsungelében most is van a Fnaticnak egyébként bőven elég őrszem a Misfits oldaláról ahhoz, hogy tudják, hogyha ott valaki van, akkor rá nem lehet számítani egy rajtaütésnél, egy csapatharcnál, és onnantól kezdve könnyedén ki tudnak mozdulni bárkire, aki esetleg mondjuk azt, hogy csapdába csalja saját magát, mint akár a tegnapi mérkőzésen egy-egy tália fallal a középső ösvényes. Alapvetően a Misfitsnek tényleg nem csak az együttmozgása sokkal jobb, hanem ez az őrszemjátéka, ez nekik még azért is nagyon jó, mert folyamatosan takarítják az ellenfél őrszemeit, tehát a 42% körüli az ő őrszem takarításuk, annyit pusztítanak el az ellenfél letett őrszemeiből, ez egy irgalmatlanul magas szám, tehát körülbelül 30%-kal nagyobb, a harmadával nagyobb, mint amit a Fnatic le tud tenni az asztalra. És a Fnatic az egy ilyen átlagos értékkel rendelkezik, tehát a Misfits, nézd meg, folyamatosan rohangál, őrszemet kitesz, a kettő lencse szinte folyamatosan dolgozik, az ellenőrző őrszemek lent vannak a pályán, és ezzel is irányítják amúgy az ellenfél játékát, mert nagyon nehéz neki kezdeményezni, és egy kicsit ilyen cica harc folyik, vagy hát egy véget nem érő harc, káptalan csata, hogyha megpróbálkozik azzal a Fnatic, hogy tartsa a lépést ezzel a takarítással, nem fogja tudni. Igen, kiemeltük mindketten, hogy nagyon jó őrszemjáték van a Misfitsnek, és kiemeltük még korábban azt is, hogy ugye eltűnt a Misfits őrszem hálója alul, viszont hát megint ott van. És próbál ezért a Fnatic válaszolni, valószínűleg sejti, hogy bőven van lehelyezve az ő területeken elég sok őrszem, úgyhogy próbálnak fellépni ellene, viszont nem elég egyelőre, és ahhoz képest, hogy ugye a Misfitsnek egy felhő sárkánya van, ahhoz képest olyan könnyedén tudta elpusztítani azt a dolgot, mint hogyha akár csak egy hegy sárkányával, vagy akár kettővel rendelkeznének, pedig még úton sincs egy hegy sárkány, talán az óceán sárkány után beköszönhet egy, hogyha viszonylag hamar elhozzák. Kérdés, hogy ki akar előbb kilépni, de hát egyelőre az őrszemek alapján, illetve a játékban mutatott tendenciák alapján mindenképp a Misfitsnek van erre esélye. Sokan hajlamosak alábecsülni amúgy
felhősárkány előnyét, hiszen úgy gondolom, hogy egyénileg sokkal nehezebb kihasználni. Tehát alapvetően az, hogy a Misfits játék stílusához tökéletesen passzol ez a bónusz 25 mozgási sebesség. Tehát egyszerűen valami zseniális, hogy tudnak még többet mozogni, még gyorsabban együtt, így akár ugye ráfordulhatnak egy középső színes külső toronra, amit egy másodperc alatt elpusztítanak és befejeznek. A Misfits diktál, a Fnatic nyaka körül pedig szorul a hurok. Igen, miközben a Misfits próbál talán valamilyen csapdát állítani. Esélyük ugye mindenképp van rá, hiszen a Fnatic elég masszívan próbált előtörni, viszont nem találtak azok a gyökerek, bármennyire csúnya is ezt mondani. Ettől függetlenül most a Misfitsnek bőven van még lehetősége arra, hogy a 20 másodperc múlva érkező sárkányra ráforduljon, hiszen már is kezdték a takarítást a környéken, amit eddig is egyébként elég masszívan tettek. Most viszont ugye jön egy újabb objektív, egy újabb célpont, még jobban ráfeküdnek erre, és folyamatosan próbálják az egész térképet dominálni, ami nagyon-nagyon jó, hiszen nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy csapat mondjuk dominálja az északi részét, vagy egyedül mondjuk csak a sajátját próbálja összemezni, hogy legalább védekező pozícióban jól tudjanak kijönni. Itt viszont azt látjuk a Misfits-től, hogy a saját jungle-ben nem nagyon kell semmit kijelezni, hiszen ameddig tudják, hogy a Fnatic jungle-ben ki hol van, addig erre semmennyi szükség nincs, és ez a sárkány is úgy fog elesni, hogy a Fnatic közben igazából semmilyen választ nem tud mutatni, talán a felső esvény lesz az, amire elindulhatnak, és már fókuszt fektetni, kérdés ez. Azért a Rocket is itt van, tehát hogy ők vettek egyet erre a mostani mérkőzésre, úgy gondolom nem véletlenül mindenük izzad az izgalomtól, hogy a Fnatic vajon tud-e győzedelmeskedni. Nagyon szomorú lehet az, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz, és ugye amit a Rocket letett az utóbbi hetekben az asztalra, az brutális. Tehát, hogy a tegnapi G2 győzelemmel együtt, aztán talán 403 nap után verték meg először ezt a csapatot, a G2-t. Európában annyi ideje nem kapott ki széria során. És hogy egy ilyen társaság ne jutna be a rájátszásba, előfordulhat, de szerintem nagyon csalódottak lennének, mert elkapták a gép szíjat, tehát ott van bennük a lendület. De ott van a másik oldal, a Fnatic. Nem merném azt mondani, hogy bármelyik társaságnak is kívánnám jelen pillanatban azt, hogy kiessen. Még ha azt is kéne, hogy jobban megérdemli a Rocket. Akkor is a Fnatic. És úgy érzem, hogy megpróbál küzdeni. Ők sokkal kiegyensúlyozottabban nyújtottak rossz teljesítményt folyamatosan, ami a harmadik helyre eddig elég volt, de hát ha valaki megtátosodik a csoportjukban, meglátjuk. Győzzön a Jobbik, én úgy gondolom jelen pillanatban, legalábbis ezen a mérkőzésen, a Misfits és a Fnatic között, és a többi pedig, hát majd meglátjuk. Igenis, egyébként eddig még nem nagyon tértünk ki rá, viszont tárgyak szempontjából érdekes megnézni az első esélyt, hogy Erik Reklásznél van jelenleg egy farmelőny. Ez egyébként egy kicsit korábban mondjuk olyan 10 körülé volt. Van nála egy gyilkosság, és látszik, hogy teljes tekintetében lényegében ugyanazt veszi mindkét lövész, ha nevezhetjük így, hogy jelenleg Kennet, hiszen ott van. Ugye van nála mindkét oldalon egy letaszított királykard, ott a hurikán, ott van a dühöngők csizmája, és érdekes, hogy ugye Reckless elindult, abban azért nem, hogy kicsit meg tudja védeni magát, hogyha esetleg úgy van. Próbál fellépni egyedül mind a horgok ellen, amikkel Camille ugye kicsit odébb tudja őket utasni, mint pedig a gubó, mint pedig bármilyen más lefogás ellen, ami azért bőven van egyébként jelenleg a Misfits oldalán. Valószínűleg próbál elindulni egy olyan irányba, hogy le tudja vedleni magára de ezeket. De cseles végsőkép használat volt, végső képesség használat volt. Úgy benyalta ezt a Misfits-e, hogy ezt illik, tehát egy konkrétan gubótól kezdve minden még egy picit ott capsre ment, aki nagyon szépen kitáncol amúgy a képességek elől. És azt tetszik, hogy hiába van például egy Ryze ellen, vezet farmban, és nem nagyon tudta Power of Evil sem megfogni az ő fantasztikus előrejöveteleit. Pedig van neki Runa börtönel, nézd meg, megint visszament, pedig rakás kábítás áradatba nézett bele. És ahogy elnéz a külföldi kollégák is, ámulnak, bámulnak, Caps. Ó! Oh. Ó! Oh.
Ezt észrevette a Fnatic. Végre. De nem hagyja abba a Misfits. Hölgyeim és uraim, a mai nap első igazán izgalmas pillanata. Közben Jesse... Világugrással érkezik a Misfits stílusosan a középső ösvényre. Öt emberrel. Majd vissza mennek. Ez egy nagy kérdés. Ott van mögöttük Cavs. Lehetne szendvicsezni, de hát egyre nézd meg Rekreszt. Ő nem ezen dolgozik, hanem a felső ösvényen szedi össze még a lóvét. Igen, sejemövet ugye már be tudta fejezni, ez jó lehet neki, de nem tér még haza. Ebből inhibitor lehet, gyönyörű szép hívás a Misfits-től. A Fnatic pedig nézi, ahogy összedől a bázisa. Mint a szomorú gyerek, amikor a nagyobb másik felső szétrugja a homokvárát. Nem tud mit tenni, csak néz. Könnyes szemekkel, ahogy a rájátszás egyre távolabb került őjük. Igen, szóval ez lényegében az inhibitor mellett állva várta, hogy na, akkor mikor döntitek le, és mikor indultak meg a baronna sor felé, hiszen leszeretnénk titeket követni, ha csak nem ásnátok nekünk egy nagy csapdát. Kérdés, hogy most beválik-e, hiszen az előbb, mikor ugyanitt voltak, nem találtak ugye a gyökerek. Kérdés, hogy most vajon találni fog-e, hiszen öten várják egyre izgatottabban, hogy talán Kevz közelebb megy hozzájuk, és Ignár az, aki meg akarja lépni azt, hogy itt vagyunk, kapjál. Nem. Ez nem jött be most azért. Kevz ügyes játékos, amúgy én úgy gondolom a maga nemében, ugye egy nagyon nagy reménység Kevz. Ez most jó volt, szóval eztől kivételesen a visszavágás, de Hextech ultimátumban van benne, Alfari által jött Rekreszt, megmenthette még. Nagyon szépen a fióra, de Alfari villa a Rekreszt. Rekreszt, pum, megvan az utolsó alaptámadás, itt van Kevz is, viszont érkezik. Ugye Kakao meg egy világugrás a Power of Evil. Kakao meghal, kettős gyilkosság, Rekreszt bajban van. Rekreszt, de meg lehet a hármas gyilkosság, troll pick a Kennen, a nagy fitfenét. Nagyon szép a kitérés közben, és még meg lehet, nem lehet meg, itt már meg fog halni. De könyörgöm. Rekreszt mindent megtesz ezért a csapatért, ezt el lehet mondani. Gyönyörű szép hívás, majdnem megmenti szó ezt. Kevz is még visszasegít neki, és ketten, hát öregem, zseniális, zseniális! Végre láthattuk, hogy mire is képes egyébként egy Kennen, ha csak kicsit jobban tud fókuszálni, és nem kap semmilyen fókuszt ő maga, hiszen végül tudta egyébként ütni a Misfits játékosait, hogy ők addig másra voltak elfoglalva, hogy itt van valaki, mindjárt meg fog halni, gyerünk, üssük, de nem tudták befejezni annyira gyorsan, hiszen Rekreszt rögtön ott volt, válaszolt. Szerintem nagyon szép volt az, hogy a végén is megpróbált minél több sebzést kiosztani, mielőtt ugye ketten végül be tudták őt fejezni. Úgyhogy ez egy igazán jó lövészjáték volt a részéről. Nagyon jól jött neki a higanysejem, illetve a letaszított királykardját is el kellett használni a közben, viszont bőven elég volt neki az, hogy most már 4-1-es statisztikát birtokoljon és tudjon magáénak, amiből azért bőven elkezdett még vásárolni, úgyhogy kíváncsiak, hogy milyen úton fog tovább haladni. És Rekreszre oda kell figyelni, ugye neki azért is nagyon jó ez a Kennen, mert hogyha valaki az arcába mászik, akkor még mindig a forgataggal van valamilyen választási lehetőség, válasz lehetősége, úgymond. És azért valljuk be őszintén, Alfari és Kakao nagyon könnyedén keresztbe tehet egy lövésznek. Na erre van válasz a Kennennek köszönhetően. Kakao nagyon durva, hogy már van egy Banshee Fighter rögtön a játék ilyen korai szakaszában. De hát nézd meg azt a védelmet, ami itt történik. Kevz ezt nem fogja végigállni. De az a védelem, ami van jelen pillanatban, hogy gyakorlatilag Mihály tégejét megvásárolt a Jessis. Higant sejemövet Rekreszt. Ezt a Kennent életben akarják tartani. Legalább annyi ideig, ameddig kiadja magából a sebzés egy részét, vagy a fókusz rá lehet tenni. És akkor mi történik addig? Hát van egy fantasztikus fióra, aki irgalmatlan sebzéssel rendelkezhet, főleg, hogyha békén hagyják, ugye, a csapatküzdelemben. És Kevz már egy Rabadon halálsüvegét vásárolt meg, tehát benne is van sebzés. A Fnatic olyan választás elé állítja a Misfits-et, hogy nagyon okosan kell a Misfits-nek fókuszolnia egy csapatküzdelemben, ahhoz, hogy igazából, bocsánat, nem csak fókuszolnia kell, hanem egyszerűen csak figyelnie arra, hogy
hogy mindenki kapja megfelelő figyelmet, mert bárki nagyon komoly sebzést tud okozni az ő részükről. A Fari végül bekábul, és akkor így a nagy kihívással lehet még mit kezdeni. Nagyon szép a Exec ultimátum. Ó, meghal Reckless. Baron Nashort hív egyértelműen a Misfits, nem is rossz döntés. Ott van Brox, a Caps beragadhat, de az elfedések tökéletesek. Még visszaugrik Ignárra, de nem lett belőle gyilkosság. A Baron Nashor kakaót nagyon pusztítja Soez, és Broxa itt van, Jesse szintúgy Soeznek nincsen végső képessége, kakaó kijött onnan, Soez még él, jó a visszaállgat, de Soez megint meghal. Baron Nashorból kik a Baron Nashorra be? Ezt csinálja jelen pillanatban a Misfits, de Broxa még itt van. Mondhatta volna azt, hogy gyerekek, én itt vagyok végig az elejétől kezdve, le tudtam volna nektek itt foglalni a Baron Nashort, és el is lophattam volna. Broxának villannia kell, óriási sebzést tevet, meg mindenki őt akarja, bemehet, és a Baron Nashort sebez, és bum, megvan. Világugrás. És Hans Samát pont jó helyre tette, Power of Evil, zseniális játék. A Misfits hatalmas lépést tett előre a mostani mérkőzés megnyerése felé. Jó volt ez a fókusz, amit mondani, nagyon-nagyon nagy szüksége lesz a Misfitsnek, és nagyon jó lépés volt a részükről az, hogy megvárták, hogy ne tudjon Broxá beérkezni, megpróbálták sebezni, mert csak lehet, hogy a villania is kellett, és utána még gondolkozott arra, hogy bemenjek, addig megálltak, várták, hogy akkor gyere be, várunk rád, és be tudták végül fejezni, és a Baron Nashort, miközben láthatjuk alul ezt a párbajt, ami a kettő az egy ellen kezdődött. Ugye a Reckless is szó az, aki elkezd üldözni Alfred-t, ami rögtön a Hextech ultimátum érkezett, és Reckless néha nagyon könnyen elkezdték pusztítani, viszont válaszként ugye Alfred is belehalt ebben, miközben szó az, itt kezdett el még csak ugye teleporttal érkezni. Keszközben próbált egyébként bárkit sebezni, ki csak lehetett, főleg Ignár volt fókuszban, és Power of Evil egyébként még mellé villant, hogy megpróbálja valahogy elkapni, viszont Caps rögtön visszaugrott, ettől függetlenül ő itt meghalt. De nem akarta a Fnatic gárdája annyiban hagyni, szóval ez rögtön bement, érkezett rá rögtön a válasz, a folytott többisek, minden ami csak ott volt, kiment rá, el tudták könnyedén vinni, és innen kezdve igazából csak Broxa halála az, amit nem láttunk. A Fnatic bajban van, nem tudja a taktikáját játszani, baronos erősítés, a Misfitsnél egy inhibitor már dőlhet középen újra, ugye, még fölül le is dől. Soez Alfarival kardoskodik. És végül hát Alfari kijön onnan kettő végső képességnek annyi, de nézzük csak, hogy ezt a... nem, ezt nem lehet megvédeni, ezt az inhibitort. A Fnatic nem kockáztat, 1 perc, 40 másodperc, múlva egy újabb sárkány érkezik, hazamegy inkább a Misfits amúgy. És hát alakulnak a csoda mindenit. Hihetetlen Sterak kihívása. Ott van már Alfari, hogy még inkább életben maradjon az őrangyal. Szinte pillanatokon belül elkészül rajta. Elpusztíthatatlan lesz ez a kemény. Igen, míg másik az, hogy a Yuri mökléből inkább a másik irányba indult el Reckless, és ott van nála a jégkalapács, ami elég fájdalmas, és eléggé kellemesebb fog lassítani bárkit. És érdekes egyébként annak függényében, hogy ugye mindkét lövész négy gyilkossággal rendelkezik, az egy dolog, ugye egy Reckless kettő alkalommal halt meg és vezet farmba, hogy még így is kicsit azért aranyelőnyben van ugye a másik, de nyilván ez annak köszönhető, hogy ugye ott voltak a tornyok pluszban még, hiszen jelenleg ugye 8 toronnyal vezet a Misfits, míg a másik oldalon 3 torony érkezett válaszként, az is egyébként egészen régen most már, és azóta nem igazán tudták valahogy felvenni a versenyt. A gyilkosság arányán 9-5, ami szépen megy tovább. Caps, sajnos ez egy halál. Nagyon szépen érkezik Reckless, de Broxa életreje fogy. És igazából ebből lehet. Meglátjuk. Gyakorlatilag kettős ember előnyben van a Misfits. Nem, bocsánat, mert meghalt Hans Sama, erről lemaradtam. Soez megnézi, hogy működik-e az ellenfél kontrollőrszeme. Működik, Soez! Nem kéne rajta állnod. Az alsó ösvényes utolsó inhibitortól és inhibitor dőlni fog, mert Reckless középen farmol. Ezzel próbálja egy picikét talán a Misfits-et akadályoztatni, hogy nem jönnek extra minionok, így nem tolják be a Nexusig az egészet. Na de, ha már újra élett a sárkány, akkor hozzuk el, mondja a Misfits.
Igen, és a visszajegyzésben láthatjuk, hogy Ignár ott a szélén próbál várni. Kapszett tökéletesen elkapja, a folytatóvisek is elkapják, Alfred rögtön belevetődött az arca, amíg másik oldalon ugye a fókuszban Várusz volt, akit ugye el lehetett vinni, és így történt meg ez a 2-1-es csere, ami megint a Fnaticot érintette rosszul. 9 darab torony dőlt eddig a Fnatic oldalról, 3 inhibitor, és most már mindhárom irányból érkeznek a minionok. Kérdés, hogy melyik irányt fogja a Misfits elindítani úgy, hogy akkor az legyen az utolsó csapatküzdelemhez vezető hívás lényegében. Így van, ez egy nagyon nagy kérdés, és úgy érzem jelen pillanatban, hogy a hogy a Fnatic bajban van. Ugye Rekvesz próbálkozik, tényleg ott van már gyakorlatilag végül a jégkalapács készült el az ő részéről. A bónusz életerő, a lassítás jól jön neki, a kis aprócska kis sebzés mellett. Befejezte, ráadásul most már, hoppá, közben látjuk az összes sebzés, amit eddig csináltak a hősök. Nem semmi, tehát ez a Camille, ez kérlek szépen, ez kibontakozott. Igen, még látszik, hogy a Broxának a tankosabb liszinje igazából nem túl sok sebzést tudott kifejteni. Kérdés, hogy ez egy következő harcnál, ami szépen lassan itt van azért, hiszen itt vannak a minionok, itt van már a Misfits. Kérdés, hogy most mennyit tud hozzátenni ehhez az egészhez? Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Tényleg Broxa eltűnt gyakorlatilag ebből a játékból, Kakao sokkal hatékonyabbnak bizonyult. És két őrangyel is van egyébként, mindkét felsősvésnél egy-egy. Így van, de hát őket másik dimenzióban egymást piszkálják. Caps most későn tudott visszatérni az elfedéssel, szóval ez is megeszik egy kis sebzést. Nagyon oda kell figyelni a minionokra, miközben itt van a Misfits is, a végső offenzíva elindul. Nagyon keménynek kell lenni a Fnaticnek, meg kell húzni a ravasz, és ez egyedülre sikerült. Kakaotó meg volt a felemelkedés, leereszkedés, egy bolyban van a Misfits, kit lehet támadni, érkezik Reckless, de egyelőre nem tudja kábítani az embereket, mert közben a minionok a Nexus-t ütik, és Reckless ezt érzi, de a Nexus, gyerekek, dől a Nexus! Mondom, hogy el fog pusztulni, vissza kell vonulni a Fnaticnek, és nézd meg, micsoda, nem vonul vissza a Fnatic eléggé gyorsan, mert a világugrással Power of Evil túl jár a Fnatic eszén. Yeah! Igen. Én nagyon amerikásan mondtam, de hát kérem szépen. Hát nem őszinte a mosoly a srácok arcán. Nem csodálom. Igen, megmutatta nekünk a Misfits, hogy mi az, amit ugye jelenleg mutatni tud, nem engedte el ezt az egészet. Nem volt vele úgy, hogy mi már biztos helyen vagyunk, akkor mindegy is ez a mérkőzés, hanem nem, megmutatta nekünk, hogy hogy lehet magabiztos másodikként ugye játszani ebben a csoportban, és meg is mutatta, hogy miért vannak itt lényegében. A Fnatic ott lesöpörte a földfelszínéről. Volt egy pillanat, amikor a Fnatic elkezdett észbe kapni, próbált válaszolni. Mm-hmm. Ugye először tornyok tekintetében, amikor kinyitettek 3-3-ra, az már más kérdés, hogy ez utána nem módosult a Fnatic javáról, mi ugye Misfits elvitt még 6-ot, és elvitte az inhibitorokat, és utána innentől kezdve könnyedén be tudták fejezni a játékot. Igen, egészen magabiztos volt a játék. Az egész Misfits oldalról, nem csak a felső, és nem csak mondjuk az volt, hogy egy-két ember elhúzott, hanem hogy konkrétan, kollektíven tudtak elhúzni, és csapatként annyira jól tudtak együttműködni, hogy hiába érkezett meg bárki, hiába érkezett meg mondjuk egy Caps, hogy akkor most kiszedek valakit, ha sikerült is neki egyébként, mint mondjuk a Baronna sornál, ahol egyébként pont nem sikerült, csak azért próbálkozott, hogy ugye olyan célpontot választott magának, mint egy támogató, aki viszonylag gyengébb, nem tankosabb, de hogy még ő sem tudta befejezni, hiszen megletek, új, itt van Caps, jaj, bajban van a támogató, bajban van Karma, jó, akkor megyek előre, mondta neki, Ryze rögtön átvillant a falon, kérdési eddig már ugye visszaugrott, és próbált fókuszálni, de hogy utána őt is el tudták vinni, anélkül, hogy gyilkosságot szerzett volna. Nagyon jó. És ugye itt igazából tényleg az volt a probléma, hogy a Fnatic ellen a Misfits nagyon egy bolyban tudott maradni, és irányítani tudta az egész küzdelmet. Nagyon nem vált be, úgy gondolom, szó eznek ez a fióra választása. Régebben is nagyon sokat hozta és kedvelte. A Fnatic részéről bármennyire is akarták ezt a párhuzamos ösvénytolás stratégiát ugye kivitelezni, gyakorlatilag nem biztos, hogy így kéne. Tehát, hogy egy tankosabb karakter kell, igenis, kérem szépen a kedves Soeznak. Én amúgy egy Nautilust is inkább odaadnék neki, amivel nehezebb meghalni, amivel van tömegirányító képesség, és még akár valamennyire egy Nautilussal is lehet ösvényt tolni a későbbiekben,
mert nyilvánvalóan pont a tankosság és a tömegirányító képesség áradat miatt, amivel ő rendelkezik, azért sokkal nagyobb szerepe van egy csapat küzdelemben, mint egy váltott ösvénytolás során. Viszont úgy gondolom, hogy most ez a fiúra ez nagyon rossz volt. Alfari azt csinált, amit akart. Jól érkezett Kakaó is a rajtaütéssel. Így volt egy Kemil, aki szinte elpusztíthatatlannál nőtte ki magát. És mellette ott voltak a többiek. Ugye itt tényleg a Misfitsnél a csapatot érdemes kihangsúlyozni, hogy például Kakaónak a teljesítménye, úgy gondolom, a dzsungelben ezzel az Elisszel kategóriákkal jobb volt, mint Broxának a teljesítménye, és így tényleg mindenki megindulhatott a Misfits oldaláról, mert egyszer el tudta kapni Broxát a dzsungelben, tudta segíteni az a Power of Evil-t, és utána pedig, igen, itt közben az Alfar is, pontosan nem is az Alfar is, hanem a felső ösvényes párharcot nézzük. A kinti kollégák szerint is ez nem úgy alakult, ahogy a Fnatic tervezte. Igen, itt betolta nagyon szépen egyébként Alfari a felső ösvényt, aminek köszönhetően ugye Kakaó meg tudott érkezni, és olyan jól tudott kivárni egészen sokáig, hogy szóval aznak semmennyi esélye nem volt menekülni, megérkezett a Hextech ultimátum, talált a Gubó, és tudta, hogy neki sok esélye nem lesz, el is tudták utána hozni az első tornyot, megkapta ezek után a hírnököt, ami lényegében az volt, hogy itt van minden, Alfari, kapd el, akkor igazából innentől nem csak a lénedet fogod, vagy hát az ösvényedet fogod megszorongatni, hanem mindenki más a játékban. És érdekes volt egyébként az, hogy igazából a Misfits oldalán mindenkinél volt vagy lefogás, vagy kábítás, de hogy mindenképp voltak olyan tömegenyítő hatások, ami ellen nem volt elég sem a Sejemő, nem volt elég a Mikael tégeje, hiszen ezt ugye két tárgy, az meg egy más dolog, hogy Fiorának ugye volt a visszaverés, amivel igazából nem tudott semmit kezdeni. Elhasználta, általában rosszul, néha sikerült neki, de hogy még akkor is eljutott odáig, hogy vagy meghalt, vagy haza tudták küldeni, vagy kiküldeni egy csapatharcban, ami semmiképpen nem szerencsés. Közben érkezik egy újabb visszajátszásunk. Látszik Alfarinak ez az egész teljesítménye, amúgy egyedül két ember ellen kábítás végső képessége nem egy szó eznek, de Reckless-t még agyon tudja verni. És itt ugye el is dől az egész, mert a Misfits együtt mozog, miről beszéltünk, 70%-os gyilkosságokban való részvétel van, pont ezen négyes között. Hát reagálnak, Alfari külön dimenzióban van, akkor mi együtt mozgunk, és négyen, egyesével játsszák ki a Fnatic játékosait. Szóval ez rosszul. Hát mit 1v4-be bemegy, mit csinál Jazziz meg Broxa? Hát maximum integetnek neki, hogy te bolond, azt mondtam, hogy ne menj be! És innentől kezdve pedig most már Broxát is ahogyan távol tartják, ez a négyes, ez zseniális. Ezt meg kell bontani, én úgy gondolom, a következő mérkőzés alkalmával, mert a Misfits részéről, hát ha nem mentél rájuk egybe, itt látjuk amúgy a kiosztott sebzést is, ha nem mentél rájuk egybe, akkor itt gondok vannak. Itt egy bolyban mozog az alsó négyes, ha csak a két alsó négyes nézzük meg, Kakaó és ráadásul még mellette Ignál is mennyi sebzést tett hozzá a küzdelmekhez. Jessis és Lee Sin. What? What? Semmi. Semmi egészen. 5500 sebzést osztott ki a dzsungeles, és a karma támogató játékos. Ez még ahhoz sem elég, hogy egyébként elfogják Zira sebzését, aki még így is 3000, 2500-3000, majdnem az az előny, amivel ő rendelkezik egyedül, és akkor ez 2-1 elleni. Igen, és látjuk, hogy Fiórában így is mekkora potenciál volt, tehát hogy ekkora hátrányban is még kiosztott 10 000 sebzést. Nyilván emeli azért társult az, hogy Alfari hatalmas előnyen rendelkezett. Tehát, hogy jó volt a sebzés Fiórában, de Broxa és Jessis teljesen eltűnt. Nem tudom, hogy a következő mérkőzésre milyen stratégiával érkezik a Fnatic. Ráadásul úgy, hogy nekem valahogy ez a csapat most, mint társaság, szerintem ott valami bűzlik. Tehát, hogy valahogy úgy nincsenek együtt, vagy nagyon úgy tűnik, mintha le lennének már annyira törve, hogy egyszerűen nem éreznék a bugit, tehát, hogy nem éreznék a lendületet, hogy akkor most küzdünk, és csak azért is megcsináljuk. Ezt Reckless-nél érzem. Reckless-nél nagyon érzem. Meg igazából még Caps-nél is. A többiek pedig szerintem csak úgy elizgulják a dolgokat. Szóval ez az számomra egy rejtély, az az úriember. Tehát, hogy ő már az előző szezon végén is már kicsit felejthető teljesítmény nyújtott,
ilyen amazinges teljesítményt, tehát amazinget sikerült lecserélni, szó ezt nem. Minden esetre meglátjuk, hölgyeim és uraim, hogy a Fnatic és a Misfits párharca végül hogyan végződik, bejut-e a Fnatic a rájátszásba, vagy se. A szünet után jövünk vissza a BO3 széria második mérkőzésével. Sziasztok! Sziasztok!